lenni, vagy nem lenni. Szülni, vagy ne szülni. És ez az a küzdelem, amiben a másik honfitársnőnk is jelesen működik. Budaházi Edda, azt hiszem, hogy ő is tapsot érdemel. Annyi sok mindent tett az utóbbi időben, ezért az ügyért. Tehát mi azt a témát kaptuk, hogy népesedés. Erről szeretnénk beszélni, és ha megengedik a hölgyek, akkor egy kicsit úgy megalapoznám ezt a mi beszélgetésünket egy kis elméleti eszmefuttatással. Jelesül azzal, hogy sokféle kincs van körülöttünk, amire odafigyelünk, vannak jó autók, csodálatos nők, nagyszerű utazások a különféle egzotikus helyeken, lehet a birtokunkon is kapálni és örülni annak, hogy nőnek a növényeink és gyümölcsöt teremnek a fáink, de van egy mindennél fontosabb, mindennél nélkülözhetetlenebb kincs, erről nem szoktunk beszélni, és én most erről szeretnék pár mondatot mondani, ez pedig a termékenység. Azok a népek és nemzetek, amelyek erősek voltak és amelyek ma is erősek, azok mindig is tisztelték azt a fogalmat, amit az előbb említettem, vagyis, hogy a termékenység egy központi gondolati elem volt az ő kultúráikban. Jelesül az, hogy a testi termékenység jegyében képesek voltak gyermeket fogadni, kihordani, nevelni, természetesen a férfiak pedig nemzeni, mert az egész nem a gyermek csinálásáról szól, mert azt a Lombik Baby programmal pancsolókra hagyjuk meg, hanem a nemzésről. Tehát ez a fizikai, biológiai része annak a fogalomnak, amit termékenységnek nevezünk. De ehhez kellett lélek is. Az a lelkület, amellyel elfogadták ezt a lehetőséget, amellyel vigyáztak erre, amellyel ápolták ezt az adományt, ezt a nemzeti kincset. Minden népnek és nemzetnek az életében ez a legfontosabb, legalapvetőbb kincs és feltétel ahhoz, hogy megmaradjon, Istennek tetsző módon szaporodjon, és túlélje a rá leselkedő veszélyeket. Kedves barátaim, van egy törvény, amiről megint csak nem beszélünk. Ez egy alapvető biológiai törvény, mindenben és mindenkiben ott van és működik. Ezen túlmenően nem csak most, hanem minden eddig voltban is működött, és minden jelenlévőben is működik, és minden majd jelenlévőben fog működni. 4 milliárd éves ez a törvény. Ez a biológia alaptörvénye, amit már ugye a 4 milliárd éves bioszféra, tehát mindaz, amit minket, bennünket körülvesz, már fölmutatott, már tartalmazott, hiszen abban a fűben, abban a fában, abban az állatban, mindenben, ami életjelenségeket mutat, működik, munkál ez a törvény. Ennek tulajdonítható, hogy már az első fehérje szintézist mutató valamiben ott volt a törvény, hogy szaporodj és sokasodj. És sok évezredeken, évmilliókon, évmilliárdokon keresztül működött ez a törvény. Viszonylag jól. A dinoszauruszok kihaltak, a mamutok kihaltak, a kardfogó tigrus kihalt, és az emberiség is ki fog halni, ha ezt a törvényt nem tudja fönntartani. Márpedig úgy néz ki, hogy nem csak a római birodalomban voltak ezzel gondok, ezért is pusztult el és múlt el ez a nagy világbirodalom, hanem a ma élő népek és nemzetek sorsát is ez a törvény befolyásolja. Amikor 2015-ben itt az ásotthalmi határon imádkoztunk a barátainkkal azért, hogy ezt a modern népvándorlást megállítsuk, akkor kétféle üzenetünk volt a világnak. Egyfelől azoknak az idegeneknek egy óriási nagy morinón üzentünk, hogy térj vissza a törvényes útra. Ez volt a nekik szóló üzenet. A másik üzenet az az volt, és ez nektek, kedves barátaim, honfitársaim, egész Európa minden népének és nemzetének szóló üzenet volt, hogy térj vissza a Teremtő Isten törvényéhez, vagyis szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a Földet. Ha ezt a törvényt nem tudjuk megőrizni, nem tudjuk fölmutatni, hanem évi 30 ezer magzat életkorú gyermeket mészárolunk le, ítélet végrehajtóvá tett orvosok kezével,
akkor kihalunk. Nem azért, mert Orbán Viktor ilyen aljas ember, nem akarok erről beszélni, nem azért, mert Toroszkai László olyan kitűnő ember, vagy éppen Novák Előd az én legjobb politikus barátom, vagy legjobban tisztelt felesége, olyan kitűnő asszony, hanem mindenkitől és mindegyikünktől függetlenül működik egy törvény. Ez a szaporodás törvénye, erről fogunk most nektek beszélni. Dóró Dóra képviselőasszonynak adom át a szót, aki egyébként, nem tud, ha nem tudnátok róla, az Alfa Szövetség kitüntetettje most tavasszal volt szerencsénk neki adományozni az Emese érdemérmet, amely egy ősi mítikus múltban még arról szólt, hogy Emese, a nemes asszony a turul madár által megtermékenyítették, gyermekeket hoz világra, és ezek a gyermekek elszaporodnak az új hazájukban. Nagy tisztelettel köszönöm Dóró Dóra képviselő asszonynak, hogy minden megnyilatkozása között is fontos előkelő helyet, szerepet kapnak az élet és családvédelmi jellegű megnyilatkozások. Bátorság kell ehhez, bátorság egy olyan világban, amely nem díjazza ezt, legalábbis nem olyasféle kitüntetésekkel, mint az Alfa Szövetség, hanem adott esetben elhallgatással, kiközösítéssel, nyugaton ma már börtönnel is. Köszönöm a bátorságát, képviselő asszony! Teljesen zavarba ejtő volt már ez a sok dicséret, amit én Imrétől kaptam, de sokkal értékesebb számomra egyébként az a tudás és az a példa, amit az ő személye és a szervezete is a magyar közéletben megmutat, hiszen itt beszéltett Dáról és rólam, azért az is hangozzon el, hogy Imre 11 gyermek édesapja, tehát így tud valaki, azt hiszem, hogy hitelesen életvédő lenni. Feleségeimé is az érdem. Nem azért, mert több nehézségben élek, hanem most éppen már 20 év óta a végleges felesége, úgyhogy szentségi házasság vagyok. Ne úgy fogjátok föl, hogy ilyen sok feleségem van. És számomra nagyon megindító az elképesztő hit, az a kérlelhetetlen kitartás, amit az életvédő civil szervezetek részéről tapasztaltam. Az országgyűlési képviselőként nagyon sok mindenkivel kapcsolatba kerültem. Az előző ciklusban a Kulturális Bizottság elnöki tisztségét is betöltöttem, és így a sport, a kultúra, az oktatás és a média területe is ehhez a bizottsághoz tartozott. Tehát tényleg nagyon sok mindenkivel kapcsolatba kerültem, de azt a fajta belső indítatást, ami az Alfa Szövetséget, Téglási Imrét és az életvédőket általában jellemzi, sehol máshol a közéletnek semmilyen terepén nem tapasztaltam. Úgyhogy ezért is szerintem különösen nagy elismerés illeti őket. Másrésztről pedig tényleg, ha van legfontosabb kérdés, mind a magyarság számára, mind Európa számára, mind pedig az emberiség számára, akkor az élet pártiságot azt a legfontosabb kérdésként definiálhatjuk. Hiszen beszélünk ugye a bevándorlás ellenességről, beszélünk arról, hogy meg kell védeni a magyar földet, meg kell védeni a magyar kultúrát, és a hagyományainkat át kell adnunk a következő generációknak. Csak hogy mindennek az alapja, minden egyes közéleti megnyilvánulásunknak, minden egyes egyéni döntésünknek az, hogy legyen kinek átadni. Minek védjük a magyar földet, ha nem lesznek magyar gyermekek, akik ezt meg tudnák művelni, akik ennek a kincsét tudnák élvezni, akik ezáltal tudnának gyarapodni. Minek védjük meg a magyar kultúrát, hogyha nem adjuk tovább a gyermekeinknek, nem lesz, akinek elmeséljük Arany Jánosnak a verseit, nem lesz, akik elszavalják majd a Petőfi versét március 15-én, hogyha nincsenek magyar gyermekek, akkor teljesen fölösleges bármilyen más politikáról, vagy bármilyen más dologról beszélni a közéletben, hiszen a középpontja az életünknek mindenképpen a gyermekeink, az utódaink, ez mind társadalmi szinten, mind egyéni szinten igaz. Az egész bevándorlással szembeni harca a kormánynak akkor tud értelmet nyerni, hogyha ennek van egy másik lába is, hiába mondunk nemet a bevándorlásra, ha nem mondunk igent a magyar gyermekekre, ha nem mondunk igent például azokra
gyermekekre, akik még mindig nagyon nagy számban abortusz áldozatai hazánkban. Nagyon fontos arról beszélni, hogy ez milyen mértékben hozzá tudna járulni, hogyha az abortuszoknak a számát sikerülne visszaszorítani, hogy ez milyen mértékben hozzá tudna járulni a demográfiai katasztrófa helyzetünk, krízisünknek a kezeléséhez is. Tehát több szempontból is indokolt lenne mindez, hiszen a magyarság most már 40. éve, évről évre egyre kevesebb honfitársunk van, tehát a magyarság létszáma 40 éve, évről évre csökken. Már felnőtt egy generáció, sőt már másfél generáció óta nem tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy egyrészt igent mondjunk ezekre a gyermekekre, másrészt pedig olyan gyermekekre is igent mondjunk, akik meg sem fogadnak, de mégis az össz magyarság gyarapodni tudjon. És ez sajnos nem csak a Csonka országra igaz, hanem az egész Kárpát-medencére, a határon túli területeken sajnos még rosszabb a helyzet, mint az anyaországban. Ott még nagyobb számban csökken a magyarságnak a lélekszáma. Ennek nagyon sok oka van, nyilván egy 40 éve tartó folyamatnak nagyon mély társadalmi okai is vannak, politikai okai is vannak, de azt hiszem, hogy nekünk, akik a közélettel foglalkozunk, ez az elsődleges, amire a figyelmet rá kell irányítanunk, és ezért természetes számomra, amit Imre itt egy nagy bátorságként apostrofált, hogy igen, felhívjuk erre a figyelmet, és megoldási javaslatokat is nyújtsunk arra nézvést, hogy például Magyarországon a 10 milliós nemzetünkben évi 30 ezer gyermek, magzati korú gyermek lesz abortusz áldozata, még mondjuk a 40 milliós Lengyelországban mindössze 1000 gyermek. Tehát ez is egy óriási különbség, és elsősorban mutatja, hogy szemléletbeli különbség van Lengyelország és Magyarország között e tekintetben is. De nagyon sok mindenről beszélhetünk a következő időszakban. Néhány olyan témát szeretnék csak megemlíteni én is az alapvetések mellett, amelyek ebből a demográfiai helyzetből való kilábalást elő tudják segíteni. Ugye az egyik tendencia, ami az elmúlt 40 évben, és főleg a mi generációnkban, az én generációmban lett elterjedt sajnos, hogy egyre később vállalják az első gyermeket is az édesanyák. Ugye még a nagyszüleim generációjában természetes volt, hogy valaki 20-22 éves korában már világra hozta az első gyermekét, és ennek is volt köszönhető, hogy egy családban sokkal több gyermeket vállaltak. Ma már egy átlagos magyar édesanya, amikor az első gyermekét világra hozza, akkor 30 éves. Tehát 10 évet elvesztegetünk, ráadásul azt a 10 évet, amikor biológiailag is és pszichológiailag is a legjobb életkorban vannak a nők ahhoz, hogy világra hozzák a gyermekeiket. Tehát, ha valahol tudunk kitörési pontot találni, akkor az anya életkora az, hogy minél fiatalabb korban hozza világra az első gyermekét, az mindenképpen egy ilyen kitörési pont tud lenni, megoldás tud lenni, vagy előrelépést tudunk elérni, hogyha ezen sikerül változtatnunk. Köszönjük szépen ezeket a indító gondolatokat, még majd azért szeretnénk hasonló bölcsességeket hallani. Most már egymás dicséretét adjuk a Badóri, ha szabad, mert ezt mondani fogják, viszont én azért nem hagyhatom ki azt, hogy Budaházi Edda nevét ne úgy mondjam ki, mint akinek a nevét és tevékenységét tisztelem, hiszen most már sok éve foglalkoztatja őt is ez a kihívás, ez a gondolat, és amennyire Budaházi Gyuri a direkt politizálásnak a terepén tűnik ki a maga hősies, rendíthetetlen kiállásával, hasonló jelleggel tűnik ki húga, Budaházi Edda, és ilyen értelemben két nagyszerű Budaházit üdvözölhetünk körünkben, olyan testvérpárt, akiknek a kiállása minden hazafi részére példamutató. Kedves Edda, mesélj akkor azokról a gondolatokról, beszélj, amelyek e témában téged foglalkoztatnak. Most már tényleg halálra dicsértük egymást, ugye már én is nagyon kellemetlenül érzem magam. Azt még azért elmondanám, hogy Dórinak a negyedik gyermeke jön, és nekem pedig csak 3 van. És őszintén szégyellem magam. És őszintén sajnálom, és az
az én tevékenységem és a munkám is arra irányul, hogy ne legyen olyan fiatal Magyarországon, akihez időben nem jut el az a gondolat, hogy a gyermekvállalás, a családalapítás és gyermekvállalás milyen fontos, mert például, ha én ebben az egész dolga, ha hamarabb találkozom, akkor lehet, hogy nem három gyerekem van, hanem négy vagy öt. Ma már sajnálom, és ezért biztatnék is mindenkit, hogy kapjon észbe. Ha kardot kellene rántani, akkor a magyar nemzetnek az soha nem esett nehezére, ugye az évszázados történelmünk is azt bizonyítja, hogy az ellenség egyszerűen a gényeinkben van oltva az ellenséges támadás felismerése és az azonnali ellenreakció. Én ezt láttam a bevándorlással kapcsolatban is, hogy ebben a magyarok nagyon jók. Azonban most egy olyan láthatatlan ellenséggel nézünk szembe, hogy tulajdonképpen nem kell kardot rántani, elég lenne párt választani, összeházasodni és gyermekeket vállalni. És ez mivel, hogy a történelemben ilyen soha azelőtt nem volt, hogy ezzel problémánk lett volna. Most nem mondom, hogy nem voltak olyan, hogy országrészek kiürültek a török hódoltság idején, nyilván voltak, de a vidék lakossága állandóan a rengeteg gyerekkel újra és újra termelte a nemzetnek a létszámát és növelte. Most egy olyan dologgal találkozunk, amire nem vagyunk ebbe felkészülve, nincs erre tapasztalatunk, tehát még soha nem volt olyan, hogy a népet presszionálni kellett volna erre a dologra, és én például azt a nem túl hálás feladatot szoktam felvállalni, talán ez tényleg ilyen családi örökség, nem tudom, hogy ugye nagyon könnyű mindig a gyermekvállalás pozitív dolgairól beszélni, ez egy hálásabb feladat, ezt csinálja a kormányzat is, milyen csodálatos, a gyermek az első, itt van dobogó szívek, csináljunk családbarát ünnepséget, emeljük őket magasba, és én azt mondom, hogy ez mind nagyon, tényleg nagyon-nagyon szuper, és azt mondom, hasznos is bizonyára az intézkedések, amihez nem mernek általában nyúlni, és amit kevesen vállalnak fel, az a konfrontáció. Tehát, hogy igenis felhívjuk a figyelmet arra, amit rosszul csinálunk, és ti is rosszul csináltok, és esetleg mi is rosszul csinálunk. Nekem volt egy videóm tavaly, amit talán sokan láttatok, Rádi szükség van, ez volt a címe, egy rövid kis videó, amiben öt pillérben kérdéseket teszek fel a gyermekvállalással kapcsolatban, és óriási nézettsége volt, nem tudom most hánynál, olyan 600 ezer körül volt, mikor utoljára néztem, akik megnézték. Tehát az bizonyította, most pro és kontra indulatokat gyártott, de ez azt bizonyítja, hogy ez egy élő, lüktető téma az emberekbe, ez igenis olyan mélyen kódolt genetikailag, hogy tulajdonképpen most egy abszolút nem normális helyzetben vagyunk, hogy nem vesznek körül minket csacsogó gyermekek, persze nyilván tisztelt a kivételnek, ez nem egy normális helyzet. És én azt arra próbáltam a videómba is rávilágítani, azok után, hogy rengeteg olyan megszólalás volt és üzenet jött számomra, hogy hát nem tudunk gyere, mert nekem nem lehet ezért, nekem nem lehet azért, én áldozat vagyok, nekem nincs, engem elhagytak, én meddő vagyok, hogy általában a nagy százalékban a gyermektelenség okai rossz döntés, egymás követő rossz döntések sorozata. És magunkba kell néznünk, és nem is, hogy magunkba kell néznünk, tulajdonképpen a most gyermeket vállal a generációknak ezt el kellene mondanunk, hogy 20 és 25 év között kell párt választani, nem 35 évesen. Ez egy rossz döntés. Ha egész életemben gyógyszert szedtem fogamzásgátlót, akkor nem biztos, hogy teherbe fogok esni. Ha évek óta fönn van a nőknek ugye azok az eszközök, amik megáltolják a teherbejtést, vagy a várandóságot, mert hogy hormonokat bocsájtanak ki, és azok ott begyulladnak azok a dolgok, akkor lehet, hogy meddővé fog válni. Ha túl sokáig vár, tehát, hogy szembesítsük a társadalmat azzal, hogy mi igenis felelősek vagyunk a döntéseinkért, és nincs új a nap alatt. Tehát én úgy látom, én alapvetően konzervatív bátítság embervek, és már rájöttem, hogy ez a konzervativizmus az mindent jelent. Tehát, hogy például nehezen cserélem le a telefonomat, nem hajigálom ki a cipőimet. Tehát, hogy szeretem a régi, jól bevált dolgokat,
De ez abba is jelent, hogy én ebbe is azt látom, hogy nincs új a nap alatt. Tehát fiú és lány találkozik, ha megszeretitek egymást, össze kell házasodni, nem kell, mit tudom én, mint, hogy meglegyen mindened, hogy ő a legtökéletesebb ember legyen a világon, hogy már aztán mindent megágyazzunk, még várunk egy kicsit a karrierünk miatt. Szóval, hogy a régi klasszikus, jól bevált módszert kellene vinni, család, gyerek, és ebbe az örömöket megtalálni. És én azt szeretném, mikor ezzel még egy mondat elkezdtem foglalkozni, hogy azt láttam, hogy hát itt nem születnek gyerekek. És láttam, hogy a mi nemzeti közösségünkben se születnek meg a gyerekek. Szerintem ebben semmibe se különbözünk a liberális vagy a baloldali oldaltól. Ugyanúgy nem születnek gyerekek. Kiváló ismerőseimnek nincsenek gyerekei. Tehát, hogy én már azzal is nagyon elégedett lennék, és ezt szeretném valahogy megteremteni, hogy legalább a mi köreinkben ez legyen egy alaptétel, legyen egy elvárás, legyen egy kinyilatkoztatás, hogy első pont, az hazafiság első pontja, hogy családot alapítasz. Egy mondat még, hogy én hiszek az ilyen, hogy mondjam, tehát a történelemben is sokszor volt már, hogy maga a reklámja ennek, az igenis hatha, számít. Hát, hogyha rá tudunk venni embereket, hogy olyan lábgomba krémeket vásároljanak, amire abszolút nincs szükségük, akkor nem igaz, hogy jól irányzott propagandával a gyermekvállalást legalább a sajátjaink között valahogy olyan kitüzentő első számú elvárásnak mutassuk, ami aztán meghozhatná az eredményt ugye szélesebb rétegekben, hogy ez nem elég, hogy a nemzeti radikálisok szaporodnak, mert ugye az egész nemzetről beszélünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Hát nem könnyű a feladat, mert kedves honfitársaim, egy nagyon szofisztikált, nagyon nagy bölcsességgel mondanám a szót, vagy inkább okosan kitalált modellben élünk, ami élet és család ellenes. Mi ez a modell? Hát először is az a kapitalizmus, vagy az a nyugati típusú társadalom, amely csak is a profit szerzésére figyel, és ehhez képest a 20-as években, a múlt 20-as éveiben elindította a nők felszabadítását, aminek az volt a jelszava, túl sok gyerek van, túl sok kiszolgáltatottság van szegény nők részére, mert egész életüket a szaros pelenkák mellett a gyerekek és a férj mocskos zoknyainak kimosásával kell tölteni. Föl kell szabadítani őket. Megadták a jelszót, majd 1920-ban ezt be is vezették Szovjet Oroszországban. A világ első állama hadat izent a saját népe termékenységének. Mivel üzent hadat? Azzal, hogy kivonta a családból, mondjuk így a családbarát munkahelyről, kivonta a családból a nők százezreit és millióit. De nem azért, hogy felszabadítsa őket, hanem hogy beállítsa őket a kapitalista termelési mód, a gyárak, az üzemek, a társadalom életébe, és semleges dolgozóként, még egyszer hangsúlyozom a szót, semleges dolgozóként vette figyelembe azt, hogy mit teljesít. A Stahanovistának nem az volt az érdeme, hogy 12 gyermeke volt, mint nekem mondjuk, aki ilyen értelemben egy értelmiségi proletár vagyok, hanem az, hogy minél többet hozzon ki magából, áldozzon a tőke piacán, ott a termelésben, és ez volt az érdem és az erény, és a nőknek is ez volt az erényük. Ezért aztán szabadon engedték az abortuszt. Magyarországon 1956-ban üzent hadat a kommunista kormányzat a saját népe termékenységének. Azóta van abortusz törvény Magyarországon. Majd 1992-ben a rendszerváltás évében megerősítették ezt a hadüzenetet, és a rendszerváltó magyar kormány, az Antal kormány ugyancsak bebetonozta ezt, hogy legyen szabad az abortusz, és mindenki nyugodtan menjen el akármilyen okkal, ürüggyel, indokkal, és a szülésznőgyógyászok majd kikaparják belőle ezt a betegséget, amit mi egyébként gyermeknek nevezünk. Így jutottunk el, hogy 7 millió magzatéletúrú gyermek halálával vagyunk adósak a Teremtő Istennek, mi magyarok, csak itt az anyaországon belül. Ha egyáltalán érdemesek vagyunk erre a megnevezésre, hogy anyaország. Szóval egy háború zajlik, egy méhen belüli háború, aminek az oka a gazdasági, politikai modellben keresendő,
hogy az embert nem a neme, a férfiassága és a nőisége alapján értékeli, hanem annak alapján, amit majd a munkaerőpiacon fog produkálni. Az anyaság az egy nem kívánatos állapot. És egy személyes történetet engedjetek meg, barátom, hogy elmondjak nektek. Az én Bálint fiam 30 éves és párkereső, érett ösztönökkel és érett hormonrendszerrel, és Svájcban dolgozik, egy atomerőműnek a biztonsági mérnöke, és összefutott valahogy egy amerikai leányzóval, aki éppen Münchenben tanult, és orvostanhallgatóként járt oda tanulni. Hát összeszerelmesedtek két perc alatt, és a nagy lelkesedésben el is jegyezte mindjárt ezt a leányzót. Majd egy intim pillanatban ilyen előfordul a friss szerelmesek életében is, meg az idősebbekében is, azt merte kiejteni a száján az én fiam, hogy hát én azért majd gyereket is szeretnék. Mire a lány fölpattan? Gyerek! Az az én halálom. Hangzik el egy 20-akárhány éves nőnek a szájából, de emellé leteltek, és akkor mondtam a fiamnak, na fiam, most húzzál el, de gyorsan is hagyd ezt a csajt a maga kis diplomájával, meg amivel éppen el akar létezni. Ha így beszél arról, hogy gyerek, hogy gyermek áldás, akkor nekünk ott nincs keresni valónk. De ugyanezt a történetet tudom mondani az én Jim barátomról is, aki egy tisztességes skót protestáns református ember, és hazafi, skót hazafi. Ennek meg a fia szerelmesedett össze egy erdélyi leányzóval, 20 éves akárkivel, és hát ott is komolyan kezdte venni a fiú a történetet, majd apukával együtt elindultak a távoli Erdély felé, amiről csak azt tudták, hogy Dracula, és amikor megérkeztek oda, akkor egy nagy családi ünnepség keretében, hát előadta a fiú, hogy hát ő komolyan gondolja ezt a dolgot, és hát ő szeretné feleségül venni, és hát megint kibökte azt, amit nem szabad úgy látszik a modern nőknek elmondani, hát hogy ő gyermeket is szeretne. Majd ugyanez a lány is fölpattan, gyerek, hát az soha. Mondja ezt egy olyan erdélyi leányzó, akiről azt hitte volna az ember, hogy még helyén van az esze, és de leginkább a szíve. Szóval egy életellenes korban élünk, amikor mi magunk utasítjuk el az életet és a túlélést, és a legjobb körökben is előfordul az, hogy élet és család ellenesen viselkednek. De a képviselőasszonynak a beszédében, amit az Emese Érdemérdem átadásakor mondott, volt egy nagyon, több nagyon fontos mozzanat, de én most arról szeretnék kérdezni a képviselőasszonytól, hogy mi is az a láthatatlan munka, amit a mi nőtársaink, a mi édesanyáink, a mi társaink otthon végeznek, és ami a végletekig nincs megbecsülve, és egyik oka lehet annak, hogy elutasítják az anyaságot. Nagyon fontos felvetés, és én magam is szerettem volna ezzel folytatni, illetve foglalkozni, hogy miért mondja azt ma egy 20 éves, vagy több 20 éves lány, hogy ő számára nem vonzó az anyaság, sőt, ő abban nő fel, és az a számára természetes, hogy az az ő halála, illetve az az ő hát végzete lenne, hogyha ő gyermeket vállalna. És itt jön a társadalomnak a felelőssége, és a politikusoknak is a felelőssége, hogy mi milyen berendezkedést, milyen társadalmi normákat fogadunk el, amikbe aztán beleneveljük a saját gyermekeinket. E tekintetben egyébként én jól állok, az egyetlen lányomat, hogyha megkérdezem, hogy mi szeretne lenni, hogyha felnő, akkor nem foglalkozást mond, hanem ő azt mondja, hogy ő anya szeretne lenni. Úgyhogy 8 évesen még ezt mondja, remélem majd 18 évesen is ugyanitt fogunk tartani, hogy ő édesanyja szeretne lenni, és a nagyobbik fiam is már mondogatja, hogyha ő apa lesz, akkor majd ő mit fog csinálni a gyermekeivel, és ez nagyon fontos, és szintén a nemzeti tábornak egy küldetése lehet, vagy kell, hogy legyen, hogy erről beszélgessünk otthon a gyerekeinkkel, hogy ha majd te édesanyja leszel, ha majd te édesapa leszel, akkor te hogyan fogod ezt meg azt a dolgot csinálni, illetve helyzetet kezelni. De amiről Imre beszélt, ugye ez a láthatatlan munka, illetve annak elismerése vagy el nem ismerése, ez maga a gyermek. Hogyha belegondolunk, mi mindannyian, a mi életünk, az, amit elértünk, egy láthatatlan munkának az eredménye, a szüleink láthatatlan munkájának, ami talán nem is annyira láthatatlan. Hiszen, hogyha sétálunk az utcán, és szembe jönnek velünk emberek,
akkor azoknak az embereknek a léte önmagában az ő szüleinek a munkájának a gyümölcse. Hát ilyen értelemben ez a munka egyébként nem is láthatatlan, hiszen hogyha beszélgetünk egymással, találkozunk akár egy ilyen rendezvényen, akár máshol, egy másik ember mögött mindig áll egy szülőpár, aki felnevelte, aki lehetőségeihez mérten, lelkiismeretesen gondoskodott róla, hogy felnőttként köztünk legyen, illetve valamilyen értékrendet képviseljen. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, és a fiatalokban is, hogy nem csak az egy elért eredmény, amit a szakmájában el tud érni az ember, valamilyen kitüntetést, hogyha kap, hanem az is bizony, hogy a gyermeke például mérnök lesz, és egy svájci atomerőműnél dolgozik, óriási teljesítmény van emögött a szülők részéről, hogy egy gyermeket, pláne 11 közül el tudnak juttatni ilyen szakmai sikerekhez. És emellett az nagyon fontos, hogy ezek a fiatal lányok miért gondolják azt, és itt kapcsolódom ahhoz, amit Edda is mondott, hogy mi mire neveljük a gyermekeinket, mire neveljük a családban, és mire neveljük az iskolában. Ugye mai fiatalok nagyon keveset tudnak például ugye az abortuszról is, de például azokról a biológiai törvényszerűségekről, amik lezajlanak különböző egyébként hormonális beavatkozás nélkül is az ő testükben 20 és 30 éves koruk között. Ma sem a középiskolában, sem semmikor a fiatal lányokkal, fiúkkal például nem beszél arról senki, hogy egy nő önmagában 30 évesen 3,5-szer meddőbb, mint volt 20 évesen ugyanaz a nő. Akkor is, hogyha nem történik semmiféle hormonális beavatkozás, nem szed fogamzásgátlót, semmiféle eszközt nem használ, de önmagában az anya életkorának az előre haladta miatt ez a meddőségi faktor, ez így alakul. De beszélhetünk arról is, hogy az egészséges gyermek világra hozatalának az esélye is csökken, hogyha az anya életkora kitolódik, ezért is káros össztársadalmilag. Másrészt maga a fogantatásnak az ideje is kitolódik, tehát még hogyha 24 éves egy édesanyja és akkor próbálnak utódot nemzeni, akkor átlagosan azért 6 hónap alatt ez sikerül, míg hogyha 34 évesen kezdi el ugyanezt, akkor már 8-10 hónapra van szükség ahhoz átlagosan, hogy megfogadjon egy gyermek. Tehát önmagában biológiai törvényszerűségek is hatnak az ellen, hogy például nagy családot tudjanak alapítani, hiszen az életkor kitolódása ennek is gátja. Tehát ezért nagyon fontos erre felhívni a figyelmet, hogy ez rendkívül nagy károkat okoz a nemzetünk életében is, és az egyéni családok életében is, hogy az anya életkora ennyire kitolódott. És nagyon nagy divat mostanában, főleg a liberálisok részéről, és rendkívül káros a nemzet számára, hogy próbálják az anyaságot összekeverni a nemiséggel, tehát a nőiséggel. És itt most kapcsolódnék ahhoz, amit Imre mondott, ez pedig a nők munkában való részvétele, munkahelyi előmenetele, hiszen nagyon gyakran azt mondják a liberálisok, hogy a nőket éri hátrány a munkahelyeken. Valójában ez nem így van. Mi egy olyan társadalomban élünk, ahol a munkaerőpiac azt bünteti, ha valaki anya. Nem az, hogyha valaki nő, hanem ha valaki anya. Erről Lengyelországban egyébként készítettek felméréseket is, és ott pontosan kimutatták, hogy egy gyermektelen nő majdnem ugyanazt a karrierutat be tudja járni, mint egy férfi. Megjegyzem, a férfiaknál az, hogy gyermektelen vagy van gyermeke, egyáltalán nincs hatással a karrierjére. A nőknél egy gyermektelen nőnek szintén nincsen hatással a karrierjére, semmi nem töri meg, míg egy édesanyának átlagosan Lengyelországban 7 évnyi munkaidő esik ki, tehát annyival esik vissza a fizetése az első gyermek vállalását követően, mikor vissza tud térni a munkaerőpiacra. És itt mondom azt, hogy itt mekkora felelőssége van a politikának. Mert ha mi egy olyan társadalmat tartunk fenn, úgy működtetünk egy munkaerőpiacot, hogy egy nőnek azt üzenjük, hogy te értéktelenebb vagy azt követően, hogy gyermeket szültél, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a 20 éves lányok számára ez nem vonzó.
az egész társadalom ezt üzeni, hogy ha nem válasz gyereket, akkor menj tovább az életed, nyugodtan, minden előmenetel lehetőséged lesz, de ha gyermeket szülsz, azonnal menjél vissza a sor végére. Egy ilyen felfogású társadalom nem fogja tudni fenntartani saját magát. Arról nem is beszélve egyébként, és szerintem minden nő érzi saját magán, hogy az anyaság egyébként a munkájában is új kreativitást, új szárnyakat tud adni az embernek. Én például sokkal jobban meg tudok oldani minden feladatot a munkámban is, mióta édesanya vagyok, mint előtte tudtam. Egy csomó olyan tapasztalatot szerez a gyermekvállalás során az ember, amit aztán később minden típusú munkában lehet kamatoztatni. Tehát épp az ellenkezője az igaz annak, amit a mi társadalmi berendezkedésünk most sugall egy nő számára, és ezt meg is kéne fordítani, és ez lenne például a kormánynak egy feladata, hogy ha anya vagy, megjutalmazunk, nem pedig megbüntetünk. És egy munkáltató sem teheti meg azt, hogyha valaki anyává válik, akkor őt megbünteti. Egyetlen egy mozzanatot ehhez csak, amit képviselő asszony mondott, hogy a nők tulajdonképpen már elérték álláspontom szerint is azt a bizonyos emancipációs céljukat, hogy azonos munkáért azonos bért kapjanak. De az édesanyák ebből kiszorultak. Tehát a nőiségnek az a dimenziója, amit anyaságnak nevezünk, az a végtelenségig ki lett zsákmányolva, fenyegetett helyzetbe került, és persze ennek következménye van. Tehát ami most nálunk folyik, az, hogy ugye a gyerekeket kötelező beadni óvodába, mert 3 éves korig ugye azért be kellene adni, hiszen a pártuk is kormányuk ugye olyan nagyszerű eredményeket ér el, hogy egymás után nyílnak az óvodai helyek. Ez egyfelől az átlagember számára jól hangzó szlogen, de ha belegondolunk abba, hogy a mögöttes tartalom az azt üzeni, hogy add a gyerekeket, add gyerekedet intézménybe, ott mi majd gondoskodunk róla, te meg majd menjél ki a munkaerőpiacra és végezz azt, amit elvárunk tőle. Tulajdonképpen egy családbarát ország családellenes intézkedésre. Én azt szoktam mondani otthon a feleségemnek, egy kicsit fölháborodik, de azért mégis mondom, te a legjobb munkahelyen vagy, te egy családbarát munkahelyen otthon vagy is. Napi 0-24 órában gondoskodunk a gyerekeinkről, de nem mindenki teheti ezt meg. Például a japán nők engedélyt kell kérni ahhoz, hogy gyereket szüljenek a cégüktől. Be kell adni egy kérvényt, hogy a vállalati tervben szerepelhet az, hogy ő valamikor édesanyja legyen. De ebben a kérdésben Eddának is van mondandója szerintem, hiszen ő nagyon bölcsen a férfi és a női szerepek között sokszor említi, hogy azokat bizony el kell különíteni, és más egy férfi és más egy nőnek a szerepe. Igen, ebben néha Dórival nem szoktunk teljesen egyetérteni, pedig szerintem egyébként igazából egyetértünk, csak más szemszékből nézzük a dolgokat. Én például rendkívül károsnak ítélem meg azt a fajta retorikát, ami most nagyon népszerű, hogy a kormány kommunikációban is, és szinte mindenki ezt fújja, hogy lehetne a nőket mindenhol visszacsempészni a munkavilágba, és miért nem keres annyit, amint egy férfi, és miért büntetjük azzal, hogy a karrierjével mi van. Szerintem ez azért nagyon nagy baj, mert most nyilván pontos adatokat nem tudok mondani, de érzésem szerint a nők 80%-a az nem így látja. Tehát én megkülönböztetnék két periódust. Mikor az embernek megszületik az első gyereke, vagy mondjuk az, hogy kicsi gyereke van, és tényleg megtapasztalja az abszolút szabadságból, amit eddig megélt, ugye fiatalon mindent megtehetett, az, hogy még a vécére se tud kimenni, ez tényleg egy sok hatás sokszor. És hogyha ezt a fajta pszichés állapotot, én magam is emlékszem erre, hogy egy kicsit így megijedtem, hogy ez most már mindig így lesz az életemben, hogy én már tényleg nem tudok levegőt se venni egyedül, és mindig valaki akar tőlem valamit, akkor nyilván sok nő rohanna vissza a munkahelyére és bedugná a bölcsödébe a gyerekét, csak hogy ezzel nagyon sokan még egy plusz terhet vállalnak, mert attól még ugyanúgy, amikor hazamegy, ott van a gyereke, meg még a munkája is.
és szerintem ezt a fajta állapotot, amikor nagyon kicsi gyerekes anya vagy, és tényleg nagyon fáradt vagy, és tulajdonképpen jól esik neked, hogy csinálhatsz valami mást, el kellene választani attól az állapottól, amikor már 30-as nő, gyerekei intézményben vannak, és ottól nem akar dolgozni reggeltől estig. Mert nem akar, mert kettőkor jó lenne, a vége lenne a munkaidőjének, azt se bánná, ha csak két napot dolgozna, egy héten odaérne az óvodába, odaérne az iskolába, el tudná végezni otthon a dolgot, nem rohanna a lakás, már nem olyan stahanovisták később, amikor már beleszokott abba, hogy családanya, amikor már látja a szépségét annak. Én szerintem azt a fajta potenciált, amit a társadalomban rejlik a sok gyerekes családokban, azt nem használjuk ki. Tehát nagyon sok nő nem akar visszarohanni dolgozni. Én magam is kaptam leveleket, ugye a nemzeti konzultáció, mikor ez lezajlott, és kijöttek ezek a 8 pont a kormánytól és a családbarát intézkedései, kaptam levelet vidékről, hogy is fogalmazták meg, hogy hétköznapi anyák, hogy ők nem akarják bölcsivadni, és ők nem akarnak visszaronni, és miért nem lehet egy olyan családtámogatási rendszer, ami mondjuk egy olyan térítést ad a sok gyerekes anyáknak, hár lehet, hogy ő megszülné a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hetedik, a nyolcadik gyerekét is. Hát az világ történetben mindig is sok gyereket szültek a nők, ez nem egy olyan nagyon extra dolog. És ezt a potenciált egyszerűen nem használjuk ki, mert a retorika most is abban van, hogy szülessen meg az a harmadik gyerek, de közben meg dugjuk bölcsibe, akit lehet. Tehát én nem mondom, hogy nincs olyan munkakör és nincs olyan élethelyzet, amikor erre szükség van. És nagyon sokszor anyagiak miatt van ugye szükség, de azért, hogyha ezt is egy kicsit átértékeljük, akkor anyagiak, ezt el szoktam mondani, hogy apámnak kettő ingje volt. Az egyik volt rajta, a másik a mosásba. Tehát ez is annyira relatív, hogy most mi az a rettetes anyagi kényszer, ami miatt mi loholunk vissza dolgozni. Igen, amit az Imre említett, én gondolom őszintén, fakalapos módon, vagy vaskalapos módon ragaszkodnék a férfi és a nő szerepekhez, és szeretném hirdetni ezeknek a szépségét. Tehát már az esküvel el kellene mondani, hogy a lánynak mi lesz a feladata. Hadd mondjam el, hogy én ezt magamban hogy gondoltam végig. Ez olyan régóta, évszázadok, évezredek, évmillióta kódolt genetikai program, hogy egy nő mit szeret egy férfibe, és egy férfi mit szeret egy nőbe. Ezt mi 50-80 év alatt nem tudjuk megváltoztatni. A nőnek az erényei, ha szép, ha kedves, ha gondoskodik, ha házias, szeretetre méltó, és a férfi erényei, ha megbízható, ha szava hihető, ha biztonságot nyújt, ha erős, akár fizikai értelemben, akár anyagi értelemben erős. Ezek azok, amiket tudatalat elvárunk a párunktól ma is. Most ezt persze ma meg lehet fejelni avval, hogy egy lány szép, kedves és házias, de lehet, hogy ma már bizonyos férfiaknak ez ugye nem elég, lehessen vele beszélgetni, stb. Persze, de az alapüzenet, az alapüzenet az ez, és szerintem nagyon sok házasság amiatt borul fel, hogy valaki nem teszi a dolgát benne. És az nem jó. Tehát vagy ha már csak az egyik nem teszi a dolgát benne, akkor már az egész borul, mert akkor már a másik átveszi az egyik. Én nem hiszek az össze-vissza csereberét szerepekbe. Nyilván van olyan, hogy sok gyereknél már mindenfélét csinál az ember tényleg. De én hiszek az alapvető férfi és női szerepekbe, és azhoz ragaszkodom. Tehát én a női szerepeimhez ragaszkodom. Én a háztartásban vitt státuszomhoz ragaszkodom, abban örömömet lelem, legalábbis igyekszem, mondjuk sokszor azért dühögök, de az igyekszem örömömet lelni, mert ez szép dolog, amikor megfőzöl egy ebédet, amikor szép a lakás, és mellé lehet helyezni a karriert is. Tehát azért ez is így van. Hát ez már ma már úgy van, mert elnőnek a gyerekek, már nem olyan pici, akkor ott van a lehetőség, akkor már lehet dolgozni, akkor már megvannak azért a lehet küldetésünk, hát mindannyian mi is olyan nők vagyunk, akiknek van, de én azt szeretném egy szó mint száz, hogy valahogy a nők agyában az megjelenje, hogy első számú küldetés és a családjuk, és minden más utána van, és akkor nem lenne ez a nagy baj. Azt hiszem, köszönjük szépen, Stavsot valóban érdemel ezért a hitvallásért, Edda, de egy másik hitvallást is szeretnénk hallani, ez pedig Dóritól. Tehát ő, aki főállásban országgyűlési képviselő, aki ehhez képest nem mellékállásban édesanyja, szóval ő hogy oldja meg ezt a kérdést az én szeretett barátommal, Novák Endrével, a férjével?
Köszönöm, akkor én is elvezem ilyen kicsit személyesebb vizekre. Nekünk a házasságkötésünktől kezdve mind a kettőnk számára természetes volt, hogy nagy családot szeretnénk, tehát nem pattantam fel, mikor ezt a férjem kvázi elvárásként azért megfogalmazta az irányomba, hanem én abszolút ugyanígy gondolkodtam, és nem titok, hogy ez a fajta indítatás, amiről itt Edda is beszélt, az, hogy ma a magyarságnak ez a legnagyobb problémája, ez is szerepet játszik abban, hogy mi már a negyedik gyermekünket vállaljuk, úgyhogy én 32 éves vagyok. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta egyéni szemlélet szintén jó lenne, hogyha ez a nemzeti táborban itt szintén megfogalmazódna. Ugye, hogy egy picit történelmileg visszatekintünk, akkor például 100 évvel ezelőtt, vagy most már kicsit több, mint 100 évvel ezelőtt a magyar embereknek, a hétköznapi embereknek háborúba kellett menniük, akkor ezt kellett megtenniük ugye a hazájukért, akkor ez volt az a vállalás, amit meg kellett tenni. A nőknek el kellett engedniük a férjüket, akár a fiúkat, de meg kellett tenni, mert ez egy természetes dolog volt akkor, hogy a hat kötelezettségnek eleget tettek ilyen módon a családok. Mennyivel jobb helyzetben vagyunk most, mint 100 évvel ezelőtt voltak? Nekünk csak gyermekeket kellene ugye vállalni ahhoz, hogy a hazánk legnagyobb problémáját enyhítsük valamilyen módon, és ez a fajta szemlélet is közrejátszik abban, hogy mi igyekszünk sok gyermeket vállalni, legalábbis a társadalmi átlag feletti számban. De hogy oldjuk meg, ez nagyon érdekes, amit Edda mondott, hogy én is megrémültem azért az első gyereknél, hogy úristen, egyrészt, hogy valami az életben annyira tud fájni, mint egy szülés, és hogy valaki annyira közel tud hozzám kerülni, mint egy gyerek, és az a fajta felelősség, hogy én vagyok érte tényleg a felelős azért, hogy növekszik, és méregettem a súlyát, és írogattam a füzetbe, hogy hány gramot ebett, és hány gramot gyarapodott, meg minden is. És ez olyan frusztrációt okozott bennem is, hogy én is megijedtem akkor, amikor ezt az első időszakban megéltem. És ez fontos lenne szerintem, hogy a nők beszéljenek arról, és mondják el ezt őszintén, és ne szégyeljék, hogy ez a fajta érzés kialakul bennük, mert fontos, hogy lássuk azt, hogy ez a fajta intimitás és magányos érzés valójában nem magányos érzés, hiszen vele is megesett, velem is, és valamilyen mértékben, valamilyen formában minden édesanyja ezt átéli, hiszen valóban a legnagyobb változás az ember életében. Ugyanakkor nekünk egyrészt nagyon sok nagyszülői segítségünk is volt, illetve van mind a mai napig, és itt megint visszautalok arra, hogy én is fiatalon tudtam az első gyermekemet világra hozni, 24 éves voltam, és édesapám pedig 26 éves volt, mikor én születtem, tehát édesapám 50 évesen lett nagypapa, és olyan öröm számomra a mai napig, hogy ő még mindig olyan fiatal, hogy amikor tanultak például biciklizni a gyermekeim, neki nem okozott problémát, hogy lehajolva futott a bicikli mellett, hogy el ne essen a gyerek, amikor ebbe a korba léptek. Tehát ez is egy olyan fajta tradíció, hagyomány, a nagyszülők, a több generációs családnak az együttélése, ami szintén magától értetődő volt, amikor nem tolódott ki ennyire a gyermekvállalás. Mert gondoljunk bele, hogy ha már 30-35 évesen hozzák világra a gyermekeiket a nők, akkor a következő generáció már csak 70 éves korában lesz nagyszülő, vagy közel ahhoz. Tehát ez még inkább fogja tetézni ezt a helyzetet, ami kialakult. Tehát sok családi segítségünk van, de nálunk meg teljesen az a helyzet alakult ki, hogy a férjem, ő sokkal magabiztosabb volt az első pillanattól kezdve, mint én a gyermekekkel, és nagyon sok férfinél érzem azt, sőt látom a saját környezetemben is, hogy ők idegenkednek valamiért a gyermekektől. És ez egy másik olyan dolog lenne, ha már beszéltünk arról, hogy mire kellene a fiatal lányoknak a figyelmét felhívni, mire kellene a fiatal férfiaknak, hogy az, hogy ő ráad egy lányra egy szoknyát, az
nem egy olyan nagy ördöngösség. Sajnos néptáncon, amikor járnak a gyerekeink néptáncolni, és hogyha édesapák jönnek például a néptánc próbára, akkor az édesapák többségének nehézséget okoz, hogy egy egyberuhát vagy egy szoknyát ráadjon a gyerekére. Arról nem is beszél, hogy az édesapák nem is tudják, hogy melyik az ő gyereküknek a ruhája. Tehát ez valami egészen elképesztő számomra. Azért ezt én meg nem engedném meg egy férfinak, hogy ilyen mértékben ne törődjön a gyerekével, hogy azt se tudja, hogy melyik az ő ruhája. De most ezt a zárójelet bezártam. Szóval nekünk így sikerül ezt megoldani, hogy már édesapa is kezdettől fogva mindent csinál, mindenben segít, és nagyon nagy lelki támaszt is adott nekem az elején, akkor, amikor ha akartam, akkor felkelt velem éjszaka a gyermekhez, vagy segített, hogy én tudjak pihenni. Tehát kezdettől fogva egy olyan egységben élünk gyakorlatilag a gyermekvállalás tekintetében is, ami megkönnyíti azt, hogy ilyen családban tudjunk élni. Köszönjük szépen! Én is mondanék egy-két műhely titkot, ha szabad. Ugye nekünk 7 gyermekünk van. Én elég idős koromban találtam meg azt a feleséget, akivel gyermekeket tudok nemzeni, és akivel egymást is tudjuk vállalni. Így aztán elég későn születtek a gyermekeim. Nekem későn, feleségemnek normális időben, ő 20 éves volt, amikor szülte az első gyermekünket. Én pedig 64 éves voltam, amikor a legkisebb gyermekünk megszületett. Úgyhogy néha is szokták kérdezni óvodában itt ott az utcán, hogy a nagypapa? Hát mondom, van is lehetek éppen, a gyerekemnek a nagyapja is lehetek, de az apja vagyok. Tehát én két kategóriát öltök be egyszer sem. A nagyapja is vagyok, meg az apja is, mert sajnos az én szüleim már meghaltak. A apusom most halt meg, tehát egyetlen nagyszülő van, aki szintén nem vesz részt ebben a családi műszakban, amit mi otthon végzünk. Azt szoktam mondani, hogy egy olyan négykezes a család, egy ilyen nagy család, ahol a férfi és a nő mellett ugye mind a kettőnek kell a koncertben részt venni ahhoz, hogy menjen a Verkli. Csak hogy egy számot szeretnék mondani, ugye egy gyermeknek ahhoz, hogy 2,5 éves körül korában, hát ugye abba adja a pelusozást, ahhoz olyan 2000-2500 pelenka váltásra van szükség, ugye ez idő alatt. Ha azt megszorzom ezt a 2500-at a héttel, akkor 14-15 ezer pelenkát cseréltünk mi a feleségemmel ennek a én gyereknek az eset. És csak a pelenkáról beszéltem, tehát a cumis üvegetetés volt, az nincs. Tehát valóban nagy feladat, és ezt a feladatot, amennyire lehet a férfi is, szerintem azzal együtt is, hogy igaza van Eddának abban, hogy a férfi szerepeket válaszol külön, de vannak helyzetek, amikor egyszer nem tehetem meg, hogy én a férfi vagyok, én elvárom, hogy meleg étel legyen reggel, délre, vacsorá, akármi, és egyébként pedig hát roskadjon bele a feleségem a munkába. Tehát ezt nyilván nem lehet. De azt kell észrevenni ebben az egész kihívásban, amivel mi szembesülünk, az egész magyar társadalom, és nem csak a magyar társadalom. Kedves barátaim, egész Európa, sőt az egész világ szembesül ezzel. Európában az átlagos gyermekszám 1000 nőre vetítve 1,4. Tehát nem szülnek két nőt se az európai nőt se. Románok, polgárok, magyarok, ne soroljon tovább az összes nációt. 1,4. Ez Európa. Mennyi Afrikában? 4. Tehát itt két kontinens eltérő termékenysége áll egymással szemben, és ha belegondolunk abba, hogy akik onnét jönnek, akiket szívnak ezek a kiüresedő európai társadalmak és gazdaságok, mert nekik munkaerőre van szükségük. Tök mindegy a német nagyiparnak, hogy milyen a bőre színe, milyen nyelvet beszél, milyen kultúrához kapcsolódik, ő neki munkás kell. Hát erről szól a bevándorlás egy része. Nem csak egy sima összeesküvés elmélet, hogy most cseréljük ki a lakosságot, az majd a következménye lesz. De a meg nem szült gyermekek nem fognak munkaerővé válni, mert nem fognak óvodába járni, iskolába, nem jutnak át a szocializációs folyamaton, és nem lesznek belőlük munkás keszek és munkás emberek és munkás nők. Ezért importálni kell. Tehát itt, amikor itt ezt az üzenetet fogalmaztuk Ásotthalom határába, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, ez erről szólt ez az üzenet minden európai népnek és nemzetnek, hogy kedves honfitársaim, véget ér a karnevál, akkor, ha nem hozzuk világra a gyermekeinket. Mert először csak 1-2, aztán csak 68 ezer, aztán majd több százezer idegen nyelvű,
ember, kultúrái ember fog ide jönni, ahogy ugye Kölcsey Ferenc írja a Zrínyi második énekében, s más nép áll a négy folyam partjára, más nyelvű, más keblű nép. Ez 1830-ban ő már érezte, hogy itt valami nagy baj lesz, és valóban, szinte látnoki módon érezte, hogy ez be fog következni, és be is fog következni, nem csak itt, hanem már elsősorban már Nyugat-Európában. Ott már lecserélhetők a társadalmak, az ott élő fehér lakosság, keresztény népesség úgy érzi magát, ezt a szintén említett skót barátomtól hallottam, mint ahogy a zsidók érezhették magukat a 30-as években Németországban. Most ők vannak soron, a fehérek vannak soron, a skótok, a velsziek, az angolok, mert olyan népek és nemzetek áramlanak be az országba, amelyek lesöprik ezt a kultúrát. És a bíróságok, a törvényhozás, az mind-mind a jövevények pártján áll. Ma már Bibliából idézni is tilos nyilvános helyen, ha abban az idézetben olyasmi szerepel, amit gyűlöletbeszédként tudnának értelmezni. No hát ennyit erről is. Tehát háború van, az őseink véres kardot vittek és hordoztak körbe, most a véres gyermeket kellene hordoznunk, mert a véres gyermekek jelzik azt, hogy háborút indítottak ellenünk. Nem tudjuk még a módszert, alig tudjuk, alig érezzük, alig sejtjük, de érezzük azt, hogy ha évi 30 ezer halottunk van, már pedig annyi van, akkor itt háború folyik. Ezt véssük eszünkbe is. Milyen egyszerű a megoldás? Ugyancsak ez a skót barátom mondja, nem kell kimenni a harctérre, csak a hitvesi ágyba kell azt művelni, amire a természet bíztat, és a feleségeknek nem kell dezertálni a termékenység kihívása elől, és a férfiaknak pedig olyan társadalmat kell teremteni, olyan politikusokra kell szavazni, akik ebben a gondolatvilágban élnek, ahol fontos a férfi termékenység, és fontos a női termékenység. Úgyhogy ez lenne az én mostani gondolatom ehhez, és persze bármelyik beszélgető társamnak adnám azt, hogy folytassa. Nem tudom, mennyi időnk van még, hogyha majd szóljanak a szervezők. Hát, hogyha már te ezt a migrációt belehoztad a témába, én úgy gondolom, hogy itt lenne az idő, hogy a nemzeti oldalon egy nagyon kultúrált, nagyon értelmes, de határozott határozottan megfogalmazzuk a fehér ember védelmét, és azt hiszem, hogy előd ebben már élen járt, mert ő már sokszor felvetette ezt, és én is, ha tehetem, mindig beszélek erről, hogy nincs ebben semmi ördöngösség, az, hogy valaki a saját rasszát nem szeretné hagyni, hogy kihaljon, az nem jelenti azt, hogy bárki mást utálni vagy gyűlölni kell, én nem is kell, de azt én úgy érzem, hogy ki lehet mondani, hogy az európai kontinens a fehér ember őshazája, és a fehér ember a kihalás szélén áll, veszélyeztetett faj, mondjuk nevezzük így egyszerűen, ezért ezt retorikailag ugye be kellene vezetni, hogy végre ezzel is foglalkozzunk, hogy a migráns beáramlás nem az a baja, hogy nem keresztény, nem az a baja, hogy terrorista elsősorban, nem ezek a bajok, hanem igazából az, hogy egy másik emberi rassz, aki sokkal szaporább, vagy rasszok, sokkal szaporábbak, mint mi, és miután a saját emberi rasszunk védelmét, ha megfogalmazzuk, akkor már ez egy nagyon jó érv lenne szerintem. Ezzel az egész bevándorlással szemben, persze kultúráltan és normálisan kellene ezt az egészet úgy vélem felépíteni. Még egy gondolat arra, hogy ha egy célt el akarunk érni, akkor nyilván teszünk érte, de nagyon sokszor le kellene bontani az akadályokat, sokkal egyszerűbb lenne lebontani az akadályokat, mint állandóan átugorni vagy megkerülni őket. És én úgy látom, hogy a demográfiai értelemben a magyarság lélekszámának legalább a megtartása az egy pillanat alatt egyébként megoldható lenne. Egyszerűen a abortusz témájához hozzá kell nyúlni, ez az egyik olyan pillér, amit ugye nem akar senki megint csak felvállalni, a konfrontálódni ezzel a témával, pedig muszáj lenne, de persze ezt nem lehetne ugye rendelni, ahogy most így mondjuk, hogy hopp,
ugyanis mi, mondjuk tudod, Imre azt mondta, hogy hát két esetben is a férfi szeretett volna a gyereket, de a nő azonnal felpattant, azért az élet terepen dolgozó életvédők elsőprő tapasztalata azért erősítse meg Imre azt, hogy nagyon sok esetben az abortuszra menő nők mellől a pali azonnal lefalcol, tehát egyedül marad, a párja elhagyja, sokszor a szülei is szembefordulnak vele, tehát én úgy látom, hogy egy ilyen nagy törvénymódosítást úgy lehetne megközelíteni, ha egy olyan átfogó szociális rendszert építenénk a időzejelben, hogy mondjam, megesett, vagy teherbeesett, vagy hát várandós kismamák, akik krízis helyzetben lévő kismamák köré, tehát azonnal ott lenne az intézmény, hogy mi a probléma, hogy nem lehet az, hogy utcára kerül, hogy mi az, hogy ő nem tud megélni. Hát most vagy a gyerek az első, vagy nem, vagy fontos a nemzetnek minden egyes gyermek, vagy nem. Akkor az nem lehet, hogy őket hagyjuk egyeden tiprodni. Hát az interneten, hát őrjöngünk, amikor látjuk ezeket beírja a gyakori válaszokba, hogy ha el kell vetetnem a gyereket, hova kell menni, mondjatok valamit, azt se tudja, hogy mi van, gőze nincs az egészről, még csak azt se tudja, hogy tehát, hogy ezt ne, tehát az egész kérdéshez hozzá kell nyúlni. Én úgy látom, okosan, értelmesen tényleg egy társadalmi konzultációval, és a másik pedig az, hogy ha főállású anyákat, tehát ha engednénk, hogy a nők nagyon legyenek nők, akik nagyon sok gyereket szülnek, és ez ne vezessen az elszegényedéshez. Tehát az legyen egy olyan karrier, hogy még a többi lássa, hogy nézd már a Kovácséknak a 10. gyereke szülés, milyen jól élnek. Azért, mert a társadalom tényleg díjazná azt, ha valaki azt az energiát belefekteti, hogy ő hatalmas nagy. Mert ezek a nagy családok hiányoznak, mert ugye régen is a társadalomban 100 évvel ezelőtt sem volt Budapesten mindenkinek 10 gyereke, de a vidék ontotta a gyerekeket, és ma valahogy ez nincs, ezek a nagy családok hiányoznak, én úgy látom. 100% egyetértek azzal, amit Edda mondott, alá is támasztanám, két adattal. Jelesül azt szeretném cáfolni ezzel a két adattal, amit a liberális oldal meglehetősen gyakran mondogat, hogy a női önrendelkezés okán és ürügyén hát a szükség van az abortuszra. És ebből az következnék, hogy a nő maga rendelkezik a saját sorsáról, az ő saját elhatározása, úri szeszélye vagy nem szeszélye, tehát az ő joga az, hogy kitekeri a saját magzatanyakát, vagy nem. Na most kérem szépen, egészen más a helyzet. Két amerikai kutatás is van, amely ezt cáfolja. Az egyik, egy abortuszpárti, vagy mondjuk így választáspárti amerikai szervezet, Ellen Guttmacher Institute-nak nevezik, ott végezték azt a kutatást a világ leggazdagabb országában, vagyis az Amerikai Egyesült Államokban, amely azt mondta ki, hogy 100 nőből 36% nem akart abortuszra menni. Ott meg is kérdezik, Magyarországon nem kérdezik, meg nincsenek ilyen statisztikái se, nincs alapkutatása. De Amerikában van. Tehát 100-ból 36 nő a saját partnere miatt, mert cserben hagyta, meg megzsarolta, meg két gyerekünk van már, minek egy harmadik, meg hadd ne soroljam tovább, meg amúgy is, szülői kitagadja. Tehát ezerféle erőszak, szűkebb, tágabb környezeti erőszak hat arra a szerencsétlen áldozatra, aki nőisége, egész pontosan anyasága okán is ürügyén rögtön egy bűnbakká van kikiáltva, és ettől a bűnbakságtól szeretne menekülni azzal, hogy elveteti a gyerekét. Tehát nem ő csinálja ezt, nem ő maga rendelkezik a saját teste fölött és a saját gyereke fölött. Ez az egyik kutatás. Ez, ami liberális oldalról jön. Egy másik, egy Elliott Institute nevű kutatási intézmény azt mondja ki, hogy 100 nőből 62%. 62% az, 62 nő az, akik kényszerből, ugyanilyen jellegű kényszerekből mennek és abortálnak. Tehát ne tessék lenni szíves azt mondani, hogy ő abortuszra ment, meg ő olyan aljas, hogy abortuszt követett el, meg volt bátorsága, nem jön le a bőr a képér, hogy abortálta a gyerekét. Nem ilyen egyszerű. Nem mondhatunk ítéletet, mert nem ő elszenvedi, de mögötte ott vannak azok az elkövetők, a valóságos elkövetők, akik sodorják, lökik, kényszerítik abortusz irányba. Magyarországon a Családvédelmi Szolgálat védőnői itt a környéken is vannak belőlük, intézik az abortuszok adminisztrálását. Engem egyszer meghívott Ódor Andrea országos vezető védőnői tartsak előadást az Alfa Szövetség munkájáról,
És ott én utána megkérdeztem a védőnőket, akiknek napi gyakorlatuk, hogy abortuszra készülő nőkkel, abortusz veszélynek kitett nőkkel tárgyaljanak, és adnak úgymond tanácsot, meg intézkedésre, meg tanulmányzás, stb. Hogy szerintük mi a helyzet? Amerikában ez a két adat van, Magyarországon az ő álláspontjuk szerint 100 nőből hány nő megy abortuszra azért, mert kényszer helyzetben van a saját partner, és ne soroljam tovább. Mit gondolnak, hölgyeim és uraim, honfitársaim, mit mondtak ezek a védőnök, akik a terepen vannak, akik ott vannak a véres színpadon, vagy a kulisszák mögött, ahol ez átszik. 95% nem én mondom, ez családvédelmi védőnök, szakemberek mondták. Vetítsük csak rá az évi 30 000-re ezt az erőszakot, ezt a belső erőszakot, aminek ezek a nők ki vannak, anyák, bocsánat. Anyák, több nekem az anya, mint a nő. Tehát akik ennek ki vannak téve, ezt tudnák oldani, hogy átgondolnák, hogy milyen típusú erőszakot gyakorolnak ezek ellen a nőkkel szemben, anyákkal szemben megint évette. Akkor azt az állapotot, amit ők terhesnek éreznek, azt lehetne viselőssé gondozni, lehetne várandós állapottá gondozni, lehetne diadalmas, győztes, áldott állapottá gondozni, aminek eredményeképp gyermek születik. Köszönöm szépen a tapsot. Ezt a jövendő politikusoknak szánjuk, akik ebben majd működnek. Kedves Dóri, neked adom a szót. Köszönöm szépen, és egyébként ugyanezt a gondolatot fogalmaztam meg nemrég az egyik ilyen liberális videóinterjúban, még nem jelent meg, de kíváncsi vagyok, hogy benne hagyják-e, hogy valójában ma nincsen választása a nőknek. Tehát ez az, amit látni kell, hogy nem az történik, hogy valódi választás elé állítjuk őket, és informáljuk minden lehetőségről, és nem érzik azt, hogy mellette áll a társadalom. Amit a munkaerőpiacnál említettem, ugyanez a logika, ugyanez a szemlélet érvényesül, hogy nem azt mondjuk, hogy a te gyermeked, akit a szíved alatt hordasz, nekünk fontos, ezért mindenben segítünk téged, és mindent megteszünk azért, hogy segítsünk téged abban, hogy ezt a gyermeket biztonsággal, tisztességgel tud vállalni és fel tud nevelni. Ennek kellene lenni az első pontnak, egy társadalmi konszenzusnak kellene lennie ebben, hogy a minden egyes megfogant gyermek élete érték. A legfontosabb érték, és azt az édesanyát, aki ezt teherként éli meg, akár a külső hatások miatt, akár azért, mert megrémül attól a bizonytalanságtól, attól a változástól, amit egy gyermek jelent az életében, mindenképpen segítsük, és valódi választást biztosítsunk a nőknek. Imre itt hivatkozott néhány kutatásra. Ugye azt is látni kell, hogy az abortusz elvégzése akár egy ilyen esetben később annak az édesanyának, annak a nőnek az életében milyen pszichés hatásokkal jár. Mert ezt feldolgozni a későbbiekben majdhogy nem lehetetlen, de mindenképpen össztársadalmi szinten évi 30 000 olyan anyáról beszélünk, akinek ezzel későbbiekben élete végéig együtt kell élnie. Ennek is rendkívül romboló hatása van az egyénre, arra a családra és az egész közösségünkre. Ezt is figyelembe kell venni, amikor ugye az abortusz kérdéséről beszélünk, hogy utána életük végéig hordják ennek a terhét, ennek a valódi és megváltoztathatatlan terhét ezek az a nők és édesanyák, akik ezt elszenvedik. És még egyetlen egy kutatást hadd mondjak el, illetve hivatkozzak rá. Ez Csehországban, illetve még akkor Csehszlovákiában történt, amikor megtagadták a nők egy bizonyos csoportjától az abortuszt, és egy évvel a gyermek születése után megkérdezték, hogy ez jó döntés volt-e, vagy jobb lett volna, hogyha az abortuszt végre is hajtják rajtuk. És egy éves gyermek mellett mondta azt a nők 95%-a, hogy de jó, hogy megszületett a gyermekem, és az volt valójában a jó döntés, hogy világra hoztam és nevelem, hiszen az, amit ő akkor válsághelyzetként élt meg, az valójában nem megoldhatatlan probléma volt számára, hanem egy év, mindössze egy év elteltével már látja, hogy valóban anyává tud válni, és a gyermeket nem teherként éli meg, hanem az élete kincseként éli meg. De még azok az anyák is, akiknek nem születik meg a gyermeke, hanem
az abortuszt rajtuk végrehajtják, már 2 hónap elteltével a 10%-uk azt mondja, hogy lett volna más megoldás, lett volna más lehetőség, meg kellett volna tartani a gyermeket. 2 hónap múlva, amikor még ugye meg sem született volna az adott gyermek, tehát ez nagyon fontos a mostani abortusz szabályozás tekintetében is, hogy amit egy adott pillanatban egy édesanya megoldhatatlan válsághelyzetként él meg, ez nem biztos, hogy fél év múlva, egy év múlva, vagy az idő elteltével szintén megoldhatatlannak fogja megélni, de akkor már késő, hiszen visszafordíthatatlan döntést hoz a saját gyermeke életéről. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk itt voltak, itt vannak, alkották ezt a mai délutáni találkozót. Köszönöm szépen Dúró Dóra képviselőasszonynak, köszönöm szépen Budaházi Eddának, és nektek testvéreim, hogy ebben az ügyben velünk gondolkodtatok, töprengtek. Én 2 mondattal szeretném csak még zárva ráadásként hoz világra még egy magyart, ahogy Budaházi Edda mondja, hallgassuk meg a szívhangját a kisbabának, a mi legkisebb honfitársunknak, és aztán gondolkodjunk, hogy ki az, aki nekünk üzen. És ahogy szoktunk köszönni, elköszönni, így köszönök nektek is, életre fel! Életre fel, kedves honfitársaim, szaporodjunk és sokasodjunk. Töltsük be a Kárpát-medencét!